Mire jó a karvakról? A karvakról egy szerves vegyület. A természetben az oregano illóolajában található nagy mennyiségben. Az oregano növény 2-5%-ban, az oregano olaj 60-80%-ban tartalmazza. Előfordul még a kakukkfűolajban, a majoránna olajban, a bergamott olajban és a fűszerkömény illóolajában is kisebb mennyiségben, sőt, van a tekilában is. A karvakrólt számos egészségügyi előnye miatt sokat kutatták, és napjainkban is nagyon népszerű kutatási terület. Karvakról kutatás jelenleg több mint 2000 található az USA Nemzeti Egészségügyi Intézetének úgynevezett PubMed adatbázisában. A karvakrólról ismert, hogy támogatja az ideg, valamint a szív- és érrendszert. A hatása segíthet fenntartani az idegsejtek egészségét, és könnyebbé teheti a nem egészséges sejtek inaktiválását az agyban. A keringési rendszerben a karvakról relaxáló hatást fejt ki az érrendszerre, és segíthet támogatni a szív és az artériák szövetének egészségét. Több száz tanulmány mutatta be a karvakról képességét a sejtegészség támogatására számos szervrendszerben. Például egy in vitro kísérlet azt mutatja, hogy a karvakról támogathatja a sejtegészséget az emésztőrendszer sejtjeiben, beleértve a vastagbelet, a gyomrot, szájat és a máj sejteket is. A karvakról támogathatja a sejtegészséget a szaporítószervekben is, beleértve a prostatát és a mellszövetét. Rákellenes hatását is kimutatták mell, máj, tüdőkarcinómáknál. Az alkalmazott koncentráció azonban sokat számít. Egy 2015-ös spanyol tanulmány megmutatta, hogy a karvakról magas koncentrációja oxidatív sérülést okozhat a bélsejteknek, de kis koncentrációban nagyon hatékony antioxidáns. Ne használjunk tehát az esszenciális olajokból egyszerre nagy mennyiséget. Felnőtteknek alkalmanként egy-két csepp bőven elegendő. Mint sok más esetben, a kevesebb itt is több. Inkább gyakrabban keveset, mint egyszerre sokat. A karvakról egészen kicsi, akár 0,5%-os koncentrációban is véd a mikroszkópikus környezeti ártalmakkal szemben. Védelmet biztosít a vérszívó paraziták ellen is, mint az atkák és a kullancsok. Természetes rovarirtóként is alkalmazzák a szúnyog populáció kordában tartására, mivel az idősebb szúnyogokat sterilizálja, a peték életképességét csökkenti. Több tanulmány is kimutatta, hogy a karvakról gátolja a gombák szaporodását a tárolt élelmiszerekben, azaz hatásos élelmiszertartósítószer. Az élelmiszeripar használja is baktériumok szaporodásának meggátolására élelmiszerekben. Jól pusztítja például az E. coli és a salmonella élelmiszerben szaporodó baktériumokat. Ezt a képességét mi is kihasználhatjuk úgy, hogy tesszünk néhány csepp oregano olajat egy szórófejes üvegecetes vízbe, majd a frissen megvásárolt zöldséget bespricceljük néhányszor a keverékkel, mielőtt eltároljuk a hűtőben. Egy tavalyi tanulmány szerint hatásos a Candida albicans gomba ellen is, amelynél beindítja az apoptózist, azaz a programozott sejthalált. A Candida gomba által okozott számos betegség enyhíthető, megelőzhető a karvakról felhasználásával. Nátrium csatorna befolyásoló képessége miatt nyugtató hatása is van. Az immunrendszer gyakran túl erős gyulladásos válaszsal reagál a stresszorokra, túl sok gyulladást előidéző molekulát termel, ami hátrányosan hat a szervezetre. A jó kordában tartott gyulladásos válasz az egészség egyik kulcsa. A karvakról hat a gyulladásos jelutakra, és elősegíti a test gyulladásos stresszorokra adott egészséges válaszának kialakulását. In vitro kísérletekben 25 különböző baktériumtörzse ellen is kimutatták a hatásosságát. Én magam a torokgyulladásomat, ami sajnos elég gyakran jelentkezik, ma már nem antibiotikummal, hanem oregano és teafaolajjal gyógyítom. Ráadásul esetemben a hatása gyorsabb, mint az augmentiné. 2020. decemberi vizsgálat szerint gátolja a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének kötődését, ezáltal a karvakról ígéretes szer a COVID-19 betegség kezelésére is.